Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntünk ismét. A következő interjúnk apropóját az adja, hogy Gábor Zita ma 50 éves lenne, és ennek kapcsán volt egy nagyon-nagyon szép megemlékezés a Holokauszt Emlékközpontban. Most itt köszönhetjük Hugát, Gábor Veronikát, akit nővérének az emlékéről, nővérének a munkásságáról és hagyatékáról fogok kérdezni. Nagyon-nagyon örülünk, hogy el tudtál jönni, és hogy ezen jeles alkalomból most tudunk beszélgetni. Első kérésem az lenne, hogy egy kicsit beszéljünk Zitának a múltjáról, az ő munkásságáról, és akkor nyilván majd fontos lenne az is, hogy hogy ápoljátok az ő emlékét, milyen terveitek vannak, és akkor ezek lennének most a témáink. Azt tudjuk Zitáról, legalábbis szerintem a legtöbben, akik nézik ezt a csatornát, tudják Zitáról, hogy ő neki a holokauszt oktatásban nagyon nagy szerepe volt, nem csak itt Magyarországon, mert nagyon-nagyon sok magyar tanár is ugye ment hozzá Jadvasembe, de az egész világról mentek hozzá végül is, és én azt szeretném, hogy egy kicsit meséld el, hogy ő hogy jutott el odáig arra az elhatározásra, hogy ő ebben a körben szeretne dolgozni, hogy került egyáltalán Izraelbe, mikor döntött el, hogy ő aliázni fog, szóval egy kicsit így az oda kerüléséről. Köszönöm szépen én is a meghívást, köszöntöm a nézőket. Zita ugye most lenne 50 éves, tehát 72-ben született, ami azt jelenti, hogy éppen 1990-ben volt 18 éves, akkor érettségizett. Ugye ez volt az a dátum itt Magyarországon, amikor egy picit kijebb nyíltak a határok. És a legjobb barátnője a Radnóti Gimnáziumban, ő már pedzegette így a tanulmányok vége felé, hogy hát ő Izraelbe szeretne menni tovább tanulni. És ez valahogy bogarat ültetett itt a fülébe, és valószínűleg ez már a szerelem első látásra kezdő jele lehetett nála, mert fejébe vette, hogy ő is elmegy Izraelbe tanulni. És ahogy mesélte nekünk utólag, ahogy leszállt a repülőgépről, életében először járt ott, ahogy leszállt a gépről, és magába szívta azt az illatot, amit mindenki tud, hogy miről beszélek, aki valaha is járt Izraelben, akkor ő tudta, hogy nem akar majd haza költözni. Először nemzetközi kapcsolatokat kezdett tanulni az egyetemen, de aztán hamar rájött, hogy a pedagógia sokkal közelebb áll hozzá. És nyilván mi nem úgy nőttünk fel, hogy tehát se nem volt titok nálunk a származásunk, de nem is ápoltunk hagyományokat, tehát nem volt napi téma sem. És nyilván az is, hogy ő ott kint volt, tehát elkezdte kutatni a nyomait, illetve az őseit, meg hát a saját családunk történetét. Amikor elvégezte az egyetemet, addigra már megismerkedett egy fiúval, akivel össze is házasodtak, tehát közvetlen az egyetem elvégzése után, és hát nagyon szeretett volna gyereket, össze is jött nagyon hamar, tehát 97-ben már megszületett az első gyermekük, Tom. És ekkor kezdett el a Jadvasemben dolgozni, eleinte tolmácskodni hívták oda, de aztán egyre több mindent bíztak rá, és egyre több mindenbe tudott ő is így belekerülni, belecsöppenni, egészen odáig, aztán 99-ben megszületett a második gyermek, Szofi, és egészen odáig, hogy már hamar a közép-kelet-európai tanártovábbképzések felelőse lett másodmagával, Hava Baruchkal, és ezért a tényleg olyan úttörő munkát végeztek, ugye egész közép-európában a tanártovábbképzésekért ők voltak a felelősek, ők dolgozták ki a programokat, tartották a kéthetes ilyen továbbképzéseket ott kint Jadvasemben, és 2005-ben meg is kapta ezért a Magyar Köztársaság lovak keresztjét. Azt tudom, hogy Hava Baruchkal nagyon-nagyon szoros kapcsolatban voltak, ami szuper is, hiszen azért
azért a család viszonylag távol volt ugye tőle. Milyen gyakran tudtátok te, édesanyád, édesapád meglátogatni? Szóval egy aktív, gondolom, hogy azért egy aktív kapcsolat volt azért köztetek annak ellenére, hogy más hazát választott már magának. Aktív kapcsolat volt, bár ez nem azt jelenti, mint amit ma mondanánk aktív kapcsolatnak. Ugye hát nem hogy csetelni nem tudtunk, videót csetelni, de még a levelezés is úgy működött, hogy az ember papírra leírta, amit szeretne, berakta egy borítékba, és akkor azt a másik jó esetben 2 hét múlva el is tudta olvasni. Tehát ez volt, illetve telefonfülkék voltak a kollégium épületében is, és mindig előre meg volt beszélve, vagy mi is így összegyűltünk valahol, és akkor hívtuk őt valamelyik számon, és ő meg ott állt és várta, hogy beszélgethessünk. Tehát amennyire lehetett, persze, természetesen aktív volt, és amilyen gyakran csak tudtunk, mentünk mi is. Nyilván azért a meghatározott anyagi kereteinken belül, de ő is jött mindig nyáron, meg az ilyen nagyobb ünnepekkor, ha csak tehette, akkor hazajött. És akkor gondolom a legtöbbek számára talán ismert az ő tragikus halála. Tudjuk, hogy sajnálatos módon a nagyon féltékeny férj végzett vele is, és önmagával is 2006 áprilisában, és azóta viszont minden évben ugye megemlékezünk róla. Először ugye alapítottatok édesapáddal egy alapítványt, ami az ő nevéről volt elnevezve. Ennek mi volt ennek az alapítványnak mi volt, és mi ma a célja? És egy kicsit beszéljünk arról is, hogy most már ugye a Raoul Wallenberg Egyesület végül is felölelte ennek az alapítványnak a jövőjét, és jövőben pedig gondolom rajtuk keresztül fogjátok a munkásságát folytatni. Hát nyilván, ami történt, ez egy feldolgozhatatlan trauma. Amit meg tudunk tenni, az az, hogy megtanulunk együtt élni ezzel, hogy ez megtörtént, hogy ez megtörténhet ma bárhol a világon, illetve próbáltuk ápolni az emlékét, mind ugye személyesen, tehát amit nekünk a családnak személy szerint jelentett, ez nyilván ez egy privát ügy, de úgy gondoltuk, hogy tényleg olyan dolgokat tett le szakmailag az asztalra, hogy ezt sem hagyhatjuk, hogy csak úgy feledésben merüljön, és nagyon sok külső visszajelzést kaptunk is ennek kapcsán. A mai napig kerülnek elő az én életemben is olyan emberek, akikről kiderül, hogy ismerték őt, és könnyes szemekkel mesélik el a közös történeteiket, vagy hogy mikor, hogy és milyen közös dolguk volt egymással. Tehát mindenféleképpen szerettük volna ezt a hagyományt valahogy továbbvinni, és ezért édesapámék letettek egy alapítványt. Ez inkább egy ilyen családi alapítvány volt, próbáltuk a holokauszt oktatás és az oktatási programok kidolgozását valamilyen formában serkenteni, de aztán hamar beláttuk, hogy ez túl nagy falat nekünk, tehát hogy csak így a család foglalkozom vele. Egyrészt azért, mert annyira így nem is értettünk ahhoz, amit szerettünk volna csinálni, másrészt érzelmileg annyira megviselt minket, hogy mindenképpen szerettük, hogy volna, hogy külső segítséget is kapjunk. Én a Wallenberg Egyesület tagja vagyok most már hosszú évek óta, az elnökségnek is a tagja vagyok, így a Wallenberg vetélkedő kapcsán kerültem egyébként kapcsolatba az Egyesülettel, és Sebes Józseffel beszélgettünk róla, hogy mi lenne, hogyha az alapítványt bevinnénk az Egyesületbe, és mint egy, hát ahogy te is mondtad, hogy az égisze alatt, de kvázi egy önálló központként működne tovább, és hát most ez a helyzet. És akkor igazából a megemlékezés is, ez volt az egyik állomása volt, ugye, mert hogy ez már most az augusztus 20-án lett volna, ugye ez itt a 50 éves, és a Holokauszt Emlékközpontban van egy fa, egy emlékfa, amit még évekkel ezelőtt ültettünk, arra emlékszem is, egy emléktáblával, és akkor ennél a fánál volt most igazából a megemlékezés Zita 50. szülinapjáról. Itt már ugye majd, ahogy a kedves nézők is láthatják a későbbiekben,
Jóska mondta az emlékbeszédet, viszont nagyon-nagyon sok minden produktum effektíve kapcsolódik még most is Zitához, mert édesanyád elkezdett verseket írni róla is, hozzá is, tehát hogy feldolgozza igazából ő is az ő hiányát. Illetve, amit a nagy közönség talán már ismer, az Új Kelet is ugye összeállított egy ilyen 70 magyarról, akik Izraelért, Izraelben tettek nagyon sokat, és ebben benne volt, ha jól tudom, Zitáról is egy hosszabb szemelvény. Mesélnél egy kicsit édesanyád verseiről, illetve a tervekről, amit a Raoul Wallenberg Egyesület tel, egy, nem csak egy szemelvényt, hanem egy könyvet, kiadványt, ha jól tudom, Jóska erről is beszélt az Emlékközpontnál, hogy egy teljes kiadványt terveztek Zita emlékére. Igen, így van, ez a fa, amiről beszéltél, ez a halálának a 10. évfordulójára került oda a Holokauszt Emlékközpontba, ugye akkor ültettük. Csodálatosan nagyra nőtt, tehát legalább kétszer akkora, mint akkor volt, amikor elültettük. És így van, az Egyesület szervezte tulajdonképpen ebben, most én így nem is voltam benne, meg mi így a család nem is voltunk benne ennek a szervezésében, ezt a Jóskáig szervezték le ezt a megemlékezést, ugye ő mondott egy beszédet, amit erre majd vissza fogok térni, mert hogy ezt a beszédet szánja majd a megjelenő, a készülőkönyv ajánlójaként. Illetve valóban, ahogy mondtad, édesanyám a néhány versét olvasta föl, amit Zita ihletett, és ez is egy ilyen, hát ez is egy ilyen csodás dolog, hogy évekig, nagyon sokszor van ilyen, nagyon sokféle tragédiával, hogy az ember évekig hordozza magában, míg egyszer eljut oda, amikor mint egy dugót húznának ki belőle, és így ki tud belőle áramlani az, ami benne van. Tehát ez a traumafeldolgozás nagyon fontos része, úgyhogy nekem ez az első, amit ez jelent, hogy nagyon örülök neki, hogy anyukám így eljutott ide, és ez már csak habatortán, hogy a szakmában nagyon tehetségesnek is tartják őt, több antológiában jelentek meg nyomtatva versenyek. Valamit el tudunk akkor árulni a tervekről? Igen. Zita halálának első évfordulójára már kijött egy könyv, ezt a Jadvasem állította össze, fényképek, visszaemlékezések gyűjteménye volt ez. És nem azt mondom, hogy valami hasonlót szeretnénk, de valahol mégis, tehát nagyon-nagyon sok anyagot próbálunk összegyűjteni, e-maileket, leveleket, fényképeket, olyan dolgokat, amiket kaptunk máshonnan, ő küldött el nekünk, tehát ez egy nagyon nagy munka nekünk, de már rengeteg anyag összegyűlt, és ezeket fogjuk valahogy szépen összeszerkeszteni, hogy egy emlékkönyv formájában meg tudjon jelenni, és ne csak azoknak mondjon bármit is, akik adott esetben közvetlenül ismerték őt, hiszen ugye 16 éve már, hogy nincs köztünk, tehát a mai új generáció már maximum csak hallomásban ismerheti az ő nevét. Amint még nézőinknek is ajánlanék feltétlenül, Breyer Péter készített interjút Zitával, tehát hogy ő személyesen is ismerte, jó barátja volt, úgyhogy ezt az emlékinterjút le fogjuk vetíteni a mai nap folyamán, illetve természetesen, amire már utaltunk, a Holokauszt Emlékközpontban ez a megemlékezés is megtekinthető lesz a csatornán. Ami nagyon-nagyon fontos, és amiről az Emlékközpontban is beszéltünk, és akkor zárásként már csak ezt hoznám fel, hogy tényleg mennyi olyan pedagógus köszönheti neki azt, ahol ő tart, ők tartanak most, hogy most idén a 25. csoport megy ki a Jadvasembe, azt a munkát effektíve folytatják, amit Zita kezdett el, és most nem tudom, hogy ki az, aki fogadja a magyar pedagógusokat, de éveken keresztül ugye Zita és Hava fogadta őket. És lesz egy emlékkonferencia is, amiben biztos, hogy nagyon-nagyon hangsúlyos szerepe lesz Zitának, úgyhogy ezt is várjuk majd, ezeket az infókat az Emlékközponttól. Mi nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, hogy ma itt voltál, és hogy beszélgethettünk a nővéredről. És hát te is, és a gyerekei is viszik tovább az emlékét, úgyhogy ez a csodás munka folytatódik. Köszönjük, hogy itt voltak. Köszönjük.